A külhoni elsősorban az észak-amerikai magyarság fiatal felnőtt tagjait célozza a ReConnect Hungary képzési program. Idén 13, 28 és 26 év közötti fiatal érkezett Magyarországra, hogy mélyebben megismerje gyökereit, származását. Józsa Péter főszervező. Az idén a Washingtoni Kossuth Alapítvány másodjára rendezte meg a ReConnect Hungary programot. Ez egy úgynevezett Birthright program. Birthrightot azt talán úgy tudjuk lefordítani, hogy születési jog, vagy születésből fakadó jog, és más államoknál már sikeresen működik hasonló program. Ezek jellemzően olyan államok, ahol elég nagy a diaszpóra létszáma. Például Izraelnek van egy nagy létszámot megmozgató hasonló programja, Örményországnak, Olaszországnak, Írországnak, és hát már nagyon váratott magára az, hogy Magyarországnak egy hasonló programja legyen. A program lényege az, hogy elsősorban az észak-amerikai kontinensen olyan másod-harmad, negyedgenerációs magyar fiatalokat szólítsunk meg, akik már nem vagy csak töredékesen beszélik a magyar nyelvet, de érdeklődnek ősei kultúrája iránt. És számukra egy kéthetes programot szerveztünk Magyarországon, illetve egy határon túli Kárpát-medencei területen, és a program célja pedig az, hogy megmutatni nekik, hogy miért jó magyarnak lenni, miért klassz magyarnak lenni, miről szól Magyarország és a magyarság 2013-ban. Ez egy képzési program. Itt ez a jelző, hogy képzési, az mit akar? Hogy kell elképzelni? Inkább azt mondanám, hogy a ReConnect Hungary program egy identitásépítő program. Egy magyar identitástudat fejlesztő program. Nincsen szó szigorú értelemben vett képzésről, ezeket a fiatalokat nem ültetjük az iskolapadba. Sokkal inkább arról van szó, hogy egy keresztmetszetét mutassuk be a mai magyarságnak tulajdonképpen számukra. Ezért hát elég széles a paletta, amit magában foglal ez a kéthetes program. Nagy történelmi helyszínekre visszük el őket, úgy Budapesten belül, mint vidéken is. Elmentek Visegrádra, Szentendrére, de voltak a Balatonnál is, Tihanyban, és találkoztak hát a magyar politikai élet prominens szereplőivel is. Kövér László házelnök úr fogadta őket a parlamentben már a megérkezésük napján, illetve Répán Zsuzsanna, a közigazgatási és igazságügyi minisztérium nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára. Szintén beszélgetett velük, egy nagyon jó hangulatú beszélgetésen vettek részt a közigazgatási és igazságügyi minisztérium épületében, és Horváth János képviselő úr, a magyar parlament rangidős tagja, szintén fogadta őket. Ez számukra azért is volt érdekes, mert Horváth János évtizedeken keresztül az Egyesült Államokban élt. Emellett pedig igyekeztünk a fiatalok számára is vonzóvá, befogadhatóvá tenni a programot, tehát megtűzdeltük olyan programpontokkal is, amik ezt a vonalat erősítik. Például a Design Terminálban találkoztak fiatal magyar vállalkozókkal, akik ilyen internetes startup vállalkozásokat indítanak be, nagyon sikeresek. Fiatal magyar divattervezőkkel találkoztak, és nagyon fontos eleme a programnak az is, hogy annak ellenére, hogy a program zömében Magyarország területére korlátozódik, egy napot arra szántunk, hogy elvigyük őket egy külhoni magyar területre is. Ez az idén Felvidék volt, Komáromban, illetve Dunaszerdahelyen voltak, ahol találkoztak az ottani magyar cserkészekkel, és azzal az aktivista csoporttal, akik a felvidéki magyar nyelvi jogokért küzdenek. Honnét érkeztek ezek a fiatalok, és mit lehet elmondani róluk? Mennyire ismerik a gyökereiket, mennyire keresik az identitásukat, mi az, ami jellemző rájuk? Azt kevesen tudják itt Magyarországon, hogy az Egyesült Államokban a legutóbbi népszámlálás adatai alapján 1,5 millió olyan amerikai állampolgár él, akik számon tartják magyar gyökereiket. Ez egy óriási szám mérhető ahhoz a magyarsághoz, amelyik Erdélyben él pillanatnyilag. Viszont azt is tudni kell róluk, hogy egyrészt földrajzilag nagyon szétszórt az amerikai magyar közösség, illetve alig 7%-a az, aki otthonában is használja a magyar nyelvet. És a fiatalok zömében az Egyesült Államokból érkeztek, de van néhány kanadai látogatónk is. Ők mindannyian olyanok, akik harmad-negyed generációsok, nem nagyon beszélik a magyar nyelvet, de nagyon-nagyon érdeklődnek Magyarország iránt, magyar történelem, magyar kultúra iránt. Tehát jellemzően olyan fiatalok, akik számon tartják a magyar gyökereiket, nagyon érdeklődnek a magyar kultúra iránt, illetve nagyon sokan olyanok, akiket erre az útra a szüleik, nagyszüleik fizettek be.
mint egy ajándék számukra. Javarészt a tavalyi program miatt az érdeklődés az hatalmas. Tehát nem azt mondom, hogy vissza kellett utasítani jelentkezőket, hanem inkább azt mondanám, hogy egy szűrésen kellett végigmenniük, ami alapján kiválogattuk azokat, hogy kik vesznek részt az idén a programban. És a jelentkezők száma olyan nagy, hogy amennyiben sikerül pénzügyi alapokat teremteni, akkor biztos vagyok benne, hogy meg fogjunk még a továbbiakban is ismételni. Az igény az megvan rá. ReConnect Hungary. Program a külhoni magyarság fiatal felnőtt tagjai számára. Józsa Péter főszervezőt kérdeztük.